ez tényleg ilyen életfű. Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő Temu Hol videónkhoz. Most csak én fogok szerepelni a videóban, mert a kedvesem nem szalonképes, azt mondta. És megérkezett a drón, ugye a múltkori Temus videónak a folytatása. Hát kíváncsi vagyok, mert mindig a drónról az jut eszébe az embernek, vagy legalábbis nekem, hogy ez egy nagyon drága cucc, és csak akinek sok pénze van, azt tud drónt venni. Hát ez a drón, a Temun 16.000 forint, meg fogjuk nézni, hogy mit tud. Viszont az előző videóra reflektálva, Niki, milyen a cipő, mert edzettél már benne. Kényelmes. Kényelmes. Meglátjuk majd, hogy meddig bírja, de tök jó edzőcipő. De annyi baj van vele, csak hogy ott az eleje szerintem meg fog törni. Meg fog törni az eleje, de hát tényleg edzésre alkalmas. Illetve köszönöm szépen, mivel én nem tudtam, hogy de sejthettem volna, hogy ilyen elektronikai cuccokat, konnektort, hogy nem nagyon érdemes rendelni ilyen helyekről, ilyen elektronikai eszközöket. Ebből is tudunk tanulni, úgyhogy köszönöm szépen, többen kifejtettétek ezt kommentben. Na nézzük, nem csak drón van benne azt hiszem egy vicces ajándék is, meg valami lámpa. Illetve azt nem értem, hogy az első Temus videónál is, illetve most is két külön csomag érkezett. Na mindegy, nézzük meg! Viszont ugye nekünk ezért nem kell fizetni, nem a Temutól kaptuk, de ugye ezt múltkor is elmondtam. Ó, Niki, hát van egy ilyen cucc! Ez ventilátor? Ventilátor, azt hiszem, hogy USB-s. Ezt mindjárt ki fogom próbálni, van amúgy rózsaszínbe is. Mert a gép előtt mindig nyáron izzadok, mint az állat. Ha nagy ventilátor megy, az meg belefúj a mikrofonba, értitek? Hát van ventilátorod, ilyen pici. Van, de az nem olyan erős szerintem, de várjál. Ez micsoda benne? De nem azt nézem, hát hol ennek a... Ide kell bedugni a töltőjét, de hol van ez? Működik. Lehet ilyen elemes is, nem? Ez nagyon jó! 5 fokozat van rajta. Hát ez első osztályú. Nagyon jó. Érzed onnan is? Innen nem. Onnan nem? Hát jó, körülbelül innen, ilyen. De most az előbb. Megcsapott? Aha. Jó, szóval 5 fokozat van rajta. Mindjárt megnézem, hogy mennyibe kerül, de ez micsoda. Illetve ugye, nem is tudom, mert töltőt nem adtak hozzá. Meg ez micsoda? Hát gondolom az ilyen nyakbakasztós, hogy tudod vinni magaddal. A strandra! Viszel magaddal a strandra, meleged van! Ez lehet valamilyen illatosító, nem? Vagy mi ez? Hát jó, valami illata van. Na mindegy, nézzük meg, hogy ez mennyibe kerül. Nagyon érdekesnek találtam, de ez jó. Viszont ugye akkor ez aksis, de töltőt nem adtak hozzá, de szerintem van otthon ilyen töltőnk. Látjátok, hogy ilyen töltő kell hozzá, és akkor itt írja a fokozatokat. Ja. De nagyon jó, szerintem. Király cucc. Szerintem ilyen 2-3 ezer körül vannak. Azt mondod? Uh-huh. Igen. Igen. 2795 forint. Újra tölthető elektromos ventilátor. Viszont az nem derül ki, hogy meddig bírja az aksia ennek, hogyha folyamatosan megy. 2,5 wattos. Niki, hasznos? Ha ez hasznos. Nekem hasznos, tök jó. Ez streamelés, ez tökéletesen alkalmas lesz. Jó, akkor használd is. Használom. Na itt a drón. Kíváncsi leszek nagyon erre, meg hogy milyen kamera minőséget kapunk ennyi pénzért, de nem ez lesz. Ó, Niki! Ezt nézd! Megérkezett ez is! Tényleg, még ilyen is van. De... Ó, de jó! Ez kell, ez a zuhanyzóba, ugye? Kell a saromba. Ez tökéletes szerintem. Ugye ilyen tusfürdő tartó. Na ezt nézzétek! Nem tudom, hogy ezt milyen magasságba szokták tenni. De ez tökéletesen ide illik. Hát max, hogy ne zavarja itt ugye a zuhany. Szerintem jó ez, Niki. Megy a fehérhez teljesen. Hát jó, csak most azt nézed, hogy ahhoz például, amit vettünk, ahhoz igen. Meg nem megy, mert az meg teljesen más színű. Hát, ja, más színű teljesen. Hát de nem baj, hát most itt, ott van, ez meg itt van. Most kit érdekel? Ezt nem érted. Csak nem kértik szerintem. Na mindegy, de szerintem ez ide való. Ez jó néz ki. De nem biztos, hogy ez lesz. Én végeztem, befejeztem. Na ez micsoda? Nem lehet, hogy ez a töltője a ventilátornak?
De valószínűleg igen, de miért volt külön csomagolva ez a bemenet? Jó, akkor megvan a töltője. Jár hozzá akkor ezek szerint. Na tippelj, Niki, ez mennyibe kerül? Hát olyan 3500. 3500-ra tippelsz? Nem! 5413 forint. Ilyen drága. Igen, hát én ki voltam akadva, hogy ugye a WC papírtartó is 3200 forint. Jó, hát de ez semmi extra. Csak jó a kialakítása, jó a színe, és akkor lehet rá pakolni a tusfürdőket. Most jön a vicces ajándék, ami prank lesz. Fúj! De ez ilyen pici. Fúj, ez ilyen pici, de nem baj, azt hiszik majd, hogy a Suzié. Fúj! Ez 400 forint. Valósághű, hamis kaki. De ezt nézzétek, én azt hittem, hogy ez ilyen kemény. Ez undorító. Szava nincs. Fúj! Fúj, ez tényleg ilyen élethű. Hát ez fúj! Ez tényleg nagyon élethű. Jó, meg kell prankelni a srácokat otthon. Fúj, ez nagyon durva. Ahogy látjátok, ez így néz ki. Valósághű kaki. 400 forinté. Jó pranknek amúgy jó. Szerintem jó poén tud fúj, lenni. Fúj, de undorító. Fú, tényleg nagyon durva. Fú, ezt vissza is tesszük. Ez brutális. Mit találnak ilyeneket, Niki? Hihetetlen. Illetve kértem még egy ilyen lámpát is. Ez az éjjeli szekrény, de tök jó van hozzá távirányító. Ó, ez jó cucc szerintem. Nézzük meg, hogy működik-e. Ó, világít, bekapcsoltam véletlenül. De hogy kapcsoltam be? Érzékelős, igen. Itt az ujjaddal tudod változtatni a színt. Te durva. Na, szóval a távirányítóval lehet a színeket. De miért fejjel lefelé raktad? Szerintem így van, Niki. Hát, hogyha ott van fönt az érzékelője, akkor gondolom nem az lesz alul. Igazad van már megint. Jó, néz ki. Ez jó. Tippelj, Niki, mennyibe került? 2000 forint. 1893 forint, kristálylámpa, 16 színnel rendelkezik. Romantikus LED. Azt írják rá. Én szeretem az ilyeneket, amúgy tök jó kis lámpa lehet estére, és ez is töltős, viszont ehhez már járt hozzá töltőkábel a csomagoláson belül. Így lehet váltani, érintésre. Tök jó. Szuper találmány. Meg ennyi pénzé. Szóval hogy kell kikapcsolni? Hát a távirányítón nyom meg a kikapcsoló gombot. Jé. Magic. Hát ez még jó ajándék is lehet valakinek amúgy. Itt a Temus drónunk. Bocsuk ki és nézzük meg mit tud. E88 drón dupla kamerával, 3 akkumulátorral, mobil alkalmazás vezérléssel 16400 forintért. Nézzük! Ó, de milyen jó kis csomagolások. Hát ez ilyen pici! Mindegy, ha nem is megy a kamera, legalább jó távirányítós repülőnek, nem? Te jó ég! Hát figyeljetek már! De ilyen nagyon gagyi kis távirányító. Hú, hát ez nem tudom, ez fog repülni. Szóval ez így néz ki. Mondom, a minőség az elég durva. Beolvastuk a QR kódot. Nézzük meg, hogy milyen applikációt kell letölteni hozzá. Jó. Ez biztonságos? Hát remélem amúgy. Hát figyelj. Szerintem teljesen biztonságos, mindjárt megnézzük. Kell hozzá az applikáció, hogy felé, ugye a kameraképét majd a telefon adja. Ez biztos. Még jó néz ki. Ugye egy aksi benne volt a drónba, itt kell majd tölteni. Fogalmam sincs amúgy, hogy hogy kell bekapcsolni, vagy le vannak merülve az aksik. 3 darab elemmel működik a távirányító, úgyhogy ezt otthon fogjuk beüzemelni, meg feltöltjük az aksikat, és kell hozzá ugye a mobil applikáció. Hát ez ki fog derülni hamarosan, hogy ez mennyire működik. Az a helyzet, hogy nagyon fúj a szél most, úgyhogy valószínűleg elvinni a szél ezt a kis drónt, mert tényleg nagyon könnyű. Mint mondtam, a minősége az elég furcsa, de hát megnézzük, hogy 16000 forintért mit tud. Az előbb már felszállt a szobába, aztán nem tudtam irányítani és megborultam vele. Viszont az, hogy hogyan csatlakoztatom a telefonhoz, még nem jöttem rá, de repüljünk vele. Itt világít is. Ide leteszem. Nem tudom még, hogy kell főszállni. Jó. Oké. Jaj. Jó. De nem jó.
Megy! De letettem! Figyelj, nagyon jó! Jó! Mindjárt! Jézuska! Hát ez nagyon jó! Meg kell tanulni irányítani! Na, de várjál, működik! Ez az ennyire nehéz! Figyelj, nagyon nehéz! Ezt megnyomod, ezzel száll fel! Jó! Jó, ha leszáll meg minden, de hát nagyon nehéz irányítani, de működik amúgy, csak hát megborul vele az ember, aztán nehogy összetörjön. De hát meg kell tanulni irányítani, nem olyan egyszerű. Jó, ráéreztem. Jó. Fújja egy kicsit. Látom a hasonlót! Na, de működik! Jobban ki kell nyitni, nem? Jobban ki kell nyitni, mert ott elmozdult. Most lesz a jó. Lefelé irányíts! Jó. Na, de amúgy... Jó van, ha ráérez az ember, akkor nem lehéz. Működik még? Hát nem vagyok. Na hát ugye erre vannak azok a propellervédők, amit fel kellett volna tenni. Mert így ugye el lehet törni. Na nézzük megint. Jó, szépen összeáll. Inkább leteszem. Jó. Na már le tudok tenni, meg főszállni. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk az applikációhoz csatlakoztatni. Mert azt nem tudom, hogy a kamera milyen minőségbe vesz fel, viszont ugye itt a kamerát lehet állítani le-fel. Szóval itt a Niki rájött, hogy ugye először wifi-re rá kell csatlakoztam. Hát igazából csak el kellett volna olvasni. Jó, igen. Jó, rácsatlakoztam, és akkor most jelenik meg az applikációba. És oda fogja ugye a képeket, illetve a videókat elmenteni. Nézzük meg. Aha, itt van. Nézzétek. Itt van. Na, most főszállok a drónnal, nézzük meg. Jó. Jaj! 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 Megborultunk. Hát nem olyan jó a minősége, de azért látható. Ahogy látjátok, nem egy csúcs minőség, de azért szerintem tök jól el lehet vele lenni. Érdekes. Na most főrepülök, csak nem borulok meg megint. Mit csinálsz? Meddig megy föl! Jaj! Beszálltam a tyúkokhoz! Tök jó! Igazából meglepően jó. Ugye működik a drón, felvételt is készít, wifi-ről rá lehet csatlakozni ugye applikáció keresztül, csak hát óvatosan kell vele bánni. Én ütköztem vele párat, ugyanúgy működik, viszont nem tudom, hogy milyen magasra megy, nem mertem kipróbálni, mivel így is alig tudom irányítani. Meg kell tanulni, de akár ilyen távirányítós repülőnek is tök jó, nem? De és hogy tudod a gépre rátenni? Hát lehet, például most ezt a fájlt én be akarom tenni most ebbe a videóba. Igen. Hát gondolom el kellett volna applikáción belül indítani a felvételt, és akkor azt rá lehet másodikára. Nem volt elindítva. Szerintem nem, csak láttuk a képet. Applikáción belül minden ott van. Úgyhogy jó, nem rossz. Hát 16 ezer forintért ezt kapja az ember a Temuról. Szóval ennyi lett volna ez a videó, bízom benne, hogy tetszett nektek. Ha szeretnétek még hasonló videókat, akkor nyomjatok egy lájkot, és leírásban megtaláljátok a linkeket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legyen szép napotok, sziasztok!